Írakönyvklub az Inforádióban. A Tarandusz kiadó gondozásában jelent meg új fordításban Dante Pokol című klasszikusa. A kötetről a fordítót, Baranyi Ferencet hallják. A Pokol az egy realista, ami az az érdekes, hogy az egész isteni szeretek egy nagy vízió, és mégis az a földön járó a realista mű, főleg a Pokol része. A Poklot ugye belepakolta nem csak mitológiai, meg bibliai figurákkal, hanem saját korának a szereplőivel. Dante szavaival a saját koromnak is tudok üzenni. Szóval azért éreztem most aktuálisnak újra fordítani a Poklot, mert egyet értek Müller Péterrel, ugye a jeles pályatársammal, hogy a Pokol a sztoriban csupán egy hely, egy többszintes ország. Igazából ez nem hely, hanem tudatállapot. Nem tér, hanem lelkünk mélye. Az eredeti mű hangsúlyos 11-esekben íródott, a Babits fordítás pedig félmértékesen készült. Na most elmonotonizálja kicsit a dolgokat. Nem akarom Babits Mihályt itten bírálni. A magyar lír egyik csúcs teljesítménye a Babits fordítás, de mint lírai csúcs teljesítmény, tehát mint költői mű. Nekem a fő célom az volt, hogy Dantének azt a természetes mesélő hangját visszaadjam. Dante Pokol című klasszikusáról Baranyi Ferenc műfordítót hallották.